Az én kedvenc platformer játéksorozatom az a Crash Bandicoot játéksorozat, amit a PlayStation 1-en a Naughty Dog című fejlesztőcsapat indított el. Ez a fejlesztőcsapat, ahogy a PlayStation 2-es korszakba érkezett, egy vadonatúj játékot hozott létre a Jak and Dexter címmel. Már régóta kéritek, és én is régóta vágyom rá, hogy elkészítsem ennek a játéksorozatnak a teljes mértékű végigjátszásait, de ennek a pillanatnak most jött el az ideje. Úgyhogy sziasztok, én Peti vagyok, üdvözlök itt mindenkit a Jak and Dexter The Precursor Legacy-ban. Nyomjuk meg a startot, és kezdjük el ezt a játékot. Én PlayStation 5-ön játszom, mert ott elérhető a Jak and Dexter trilógia, és itt fogunk játszani végig ezen, és megszerzünk minden trófeát, úgy a platina trófeával is, viszont először végigjátszom a játékot, aztán pedig visszatérek, mert elvileg ez egy ilyen nyílt világú játék, én amiket ismerek és tudok erről a játékról az annyi, hogy... I have spent my life searching for the answers that my father and my father's fathers failed to find. Úgy kezdődik, mint a Crash Sony Computer Entertainment. Naughty Dog játék. What was their purpose and why did they vanish? I have asked the plants, but they do not remember. The plants have asked the rocks, but the rocks do not recall. Even the rocks do not recall. Még a kövek se tudják. Every bone in my body tells me that the answers rest on the shoulders of a young boy. Egy fiatal fiú a válaszokat tudja. I'm interested in the search for truth and rejecting of my guidance. And why would he want to listen to old Samus the Sage anyway? I'm only the master of green ego, one of the wisest men on the planet. Itt van Jak, és ott van Dexter, de még nem abban a formában, amit ugye ismerünk. Nay, as with many of fate's mysteries, it begins with but a small act of disobedience. Hey, Jak, old green stuff told us not to come here. Aha, azt mondták, hogy ide ne jöjjenek, de mégis itt vannak. Hoho. Dexter fél egy kicsit azért. Oh. Continue your search for artifacts and Nico. If the locals possess precursor items, you know what to do. A helyieknek vannak értékes tárgyak. We will attack it in due time. Megtámadják majd a falut. Majdnem észrevették. What are we doing here anyway, Jak? This place gives me the creeps. Oh, Dexter. Huh? Elesett valami cok magukba. Stupid precursor junk. Ick! What is that dark ooze? It sure don't look friendly. The sage yaps on about the precursors that built this place all the time. Where did they go? Why did they build this crud? Now I like precursor orbs and power cells as much as the next guy. But if you ask me, they must have been real losers. Wow! How did you do that? I think we're in trouble! Na most vannak bajba. Jó, robbanó volt. Heppa! Na itt van az a Dexter. I told you we shouldn't have come here and you listened. What? Okay, okay. I'm fine. I'm fine. Az igen. Hát ez az. Na mit fog mondani bátyánk? Papó.
What in green tarnation do you two want? I was... Don't tell me! Instead of heeding my wisdom, the two of you went mucking around in the only place that I told you not to go. Mondtam, oda nem menjetek. And Daxter, you finally took a much-needed bath, but in a bathtub filled with dark eco. Look, old man! Are you gonna keep yapping, or are you gonna help me out of this mess? Keep yapping, because in my professional opinion, the change is an improvement. I couldn't help you if I wanted to. What? Oh, nem is tudnék segíteni? A person who has studied dark eco long enough to have a chance at returning you to your previous form. Karl Acheron, the sage. But he lives far to the north. Far, far to the north. Messze éjszakon lakik, aki tud segíteni. Ages. I would teleport you there, but I can't do that either. None of the three sages that maintain the other teleporter gates have seen fit to turn their ends on for quite a while. Ja, nem kapcsolták be a teleport másik oldalát. North is by foot through the Fire Canyon, but its volcanic soil is hot enough to melt precursor metal. You can't just walk through it. But you could fly over it if you had a zoomer equipped with a heat shield. Hát lehet repülni a láván majd. I'd be working on such a thing at this very moment. All I would need is 20 power cells to give it enough energy to withstand the canyon's heat. Whose power cell do you want to succeed? Yes, Kira, that might work. But where are a boy and a half going to get 20 power cells? From the villagers. Most of them have a power cell or two stashed away somewhere. Okay, a falusiaktól lehet kérni. Greasing their palms with a few precursor orbs should do the trick. And I bet there are even more of them out in the wild, waiting for some brave adventurer to find. Well, we've got a brave adventurer at least. Brave adventurer? You two couldn't find your way out of the village without training. Before you do anything else, you better go through the warp gate and get some practice on Geyser Rock. We won't find any more of that dark, gooey eco stuff, will we? Cause I'd hate to fall in again and turn into you. Na jó, van, menjünk. Akkor először itt mondta, hogy először a gejzír sziklákat kell nekünk teljesíteni. Jó, szóval ott kezdtem el ezt a beszélgetést. Invertált a kamera, vagy előre, hátra, balra, jobbra. Szóval annyit... Szóval azt kezdtem már mondani, hogy ugye a Naughty Dog az ugye befejezte a Crash Bandicoot játékokat, ahogy szerette volna. Illetve hát lehet, hogy máshogy szerette volna, csak hát ezt tudták összehozni, mert ugye a Universalé voltak a jogok, és ott ők dönthettek róla, hogy ki készít játékot a Crash Bandicoot sorozatból, és akkor utána pedig a Naughty Dog saját maguk. Are precursor orbs. Collect enough of them, and some of the villagers will give you a power cell in exchange. Saját maguk döntöttek, hogy akkor létrehoznak egy saját platformeres kis karaktert, és a céljuk az volt, hogy létrehozzanak egy olyan platformer játékot, ahol nincsen ilyen betöltőképernyő, hanem a világ egybe van, az egész világ egybe van. This is a power cell, the most important precursor artifact you can find. You need to collect 20 of these so I can power the heat shield for your. Kell, ez egy power cell. Szóval akkor egy olyan platformer játékot, ami teljesen egy nyílt világban van. És hát ez sikerült is, ők a PS1-nél is a Naughty Dog ott is nagy célt tűztek ki maguk elé. Hát ugye az első 3D-s platformért hozták létre. Hát talán nem is ugye az első, Ja, és akkor ott is nagy elérést és ügyességet tudtak mutatni a hardware kezelésében a PS1-be, ahogy azt megcsinálták, az tényleg ügyes volt, és itt is a PS2-nél már ugye a PS2-nek az életének az elején volt, hogy ezt meg tudták csinálni, és úgy tűnik, hogy ez is nagyon jó lett, nekem legalábbis tetszik. És jókat hallottam róla, ugye 5 játék lesz, amit végigjátszok, az első rész, aztán lesz a Dexter című játék, ami PSP-re jelent meg, azért az, mert
történet kronológiai sorrendben az következik. Utána jön a Jack 2, aztán a Jack 3. Utána még nem tudom, hogy a versenyző is jön, vagy pedig az utolsó, a Lost Frontier, az a játék jön. Azt még nem figyeltem meg annyira, de azért próbálok tájékozódni, hogy minél jobb élményt hozzak akkor nektek. Tehát a sztori akkor az volt, hogy egy tiltott helyre mentek el, és ott a Dark Echo-ba esett bele. Dexter így átváltozott, és ezek után pedig van a zöld Echo, ami az ebbe is volt, ez az életpont. Aztán vannak ezek a tojások, ezért lehet Power Cell-t szerezni. A kék Echo, ez a Blue Echo, ez pedig így feltölt minket, és akkor úgy tűnik, hogy hát összetörünk minden, gyorsak vagyunk, megerősít minket minden fajta ügyességbe. Dupla ugrás van, ütés van a négyzettel, a körrel ez a pörgés, és van még az ugye ez a lehasalás, így, vagy hát leütés, és még van egy a csúszás, vagy ezt nem tudom, a bookfence, talán bookfence-et lehetne, ezt nem mondjuk, bookfence-elés. De abból szerintem még az, abból van egy ilyen lehetőség, egy ugorni előre, vetődés talán. Ez egy precursor door. It can only be opened by approaching the door while channeling Blue Echo through your body. Ja, ez csak Blue Echo-val lehet kinyitni. Ez a precursor, ez az, amit nem nagyon tudok még, hogy ez mit jelent, ez mi a célja, vagy hogy van ez, ami a játék címébe is van, Precursor Legacy. More concentrated than the floating clusters. This vent is jobban koncentrált, úgyhogy ezt használhatjuk maximális ideig, tehát ott úgy teljesen feltölti jobb alsó sarokba azt a kis mérőkét, és akkor van nekünk bőven időnk, hogy eljussunk ide, és még utána még tovább is lehet. Open Sesame trófea elnyerve. Kinyitottuk ezt az autót, vízbe, lehet menni, víz alá, inkább ne menjünk, azt mondom, de lehet, hogy kell lesz. Szóval így a Naughty Dog egy ilyen, hát a platformer játékot elvitt gyűjtögetős vonalra. Ugye a PS1-nél az Insomniac Games volt, aki ezt inkább csinálta, a Spyro formájába, csak ugye az ilyen egyszerűbbnek mondható. Pick up 50 small green echoes or one big green one to increase your health. Az életet meg lehet növelni, hogyha 50-et összegyűjtünk. Szóval a Spyro volt az, ami ilyen nyugis, egyszerű gyűjtögetős játék, de azért ezt a Naughty Dog úgy tűnik, hogy ezt a gyűjtögetést jobban átvette. Tehát itt szerintem ezek a sok tojások kicsit hasonlítanak a drága kövekre, mint ami volt a Spyro-ba. Úgyhogy ugye azt mondom, hogy kicsit hasonlít rá. 50 tojás megvan a Geyser Rockba, úgyhogy ez király, nézzük, hogy van akkor. Egy Power Cell az úton, egy amikor kinyitjuk az ajtót, 7 olyan kis légy, és még egy darab, ja az meg itt van az út végén. Hát itt akkor ezekből a Power Cell-ekből kell gyűjteni 20-at, a sztori alapján ezzel fog nekünk lehetőséget adni az a karakter, hogy akkor menjünk, és hát próbáljunk segíteni Dexteren, mert ugye szeretnénk visszaváltoztatni őt, és akkor ide visszakerülünk teljesen. És akkor a portállal mehetünk vissza a portál. Igen, nekünk lehet kérdésszínű, ja, eddig még csak ez van. Tehát itt bármit ki lehet majd választani, hogy hova teleportálunk. Csak ugye mondta az öreg, hogy vannak portálok a többi helyen is, csak nem aktiválták, úgyhogy ja. Good training, boys, but that's nothing compared to the challenges that lie ahead. Then no problem. We got the moves, eh, Jack? We'd love to stay in chat, Big Green, but we're itching to get on with our adventures. Fine, fine. Adventure away then. And while you're out adventuring,
Why don't you make yourself useful? My darn green eco-collectors are clogged up again. Head out to the far side of the beach and clear them out, why don't you? Follow the lamps. They'll take you right there. Now, all of you... Hey! Get out of here! Ott van egy olyan nevű... A Crash-es. Piranha Plant. Ez a Crash-ből van! Ez a Crash. Some brave adventurers you two are. Back already and without clearing my block eco-harvesters. They're on the far side. Jó van, jó van, jó boys. Now, get over! Ez olyan, mint az a tunyacsápos mém, hogy get out of here, amikor... Amikor kiküldi, megvárja, hogy mindenki kimenjen, és aztán meg elküldi az összeset. Hadd menjenek kifelé. Hú, az a járgány. Azt kell megjavítanod. Oké. Ahhoz kell majd a 20 power cell. Mi pedig akkor megyünk Sandover Village. Nézzük meg akkor, hogy állunk. Geyser Rock teljesen kész. Sandover Village semmi. 4%-os előrehaladás. Ja, akkor jöhet a maxolás. Na akkor, opszi. Akkor nézzük, hogy kinek tudunk még segíteni, mert itt az öregnek segíthetünk. Hát be vannak ragadva valahogy azok a hát nem tudom, kombányok, vagy milyen gyűjtők, azok a silók talán. És mondta, hogy kövessük az útvonalat a tengerparton, és itt vannak Sentinel Beach. Tehát akkor itt külön ad nekünk gyűjteni? Igen. Sandover Village, Sentinel Beach. A Harvester, itt van ezek a Unblock the Harvesters, ez az, amit ugye fel kell nekünk úgy még oldani, vagy ugye, oké, azok a figyelénk. Hoppá, itt van egy kis légy. Mindig a vörös dobozokban vannak, így azt akkor össze kell majd gyűjteni. Gyűjtjük itt is ezeket. A kincseket. Jó, figyelünk akkor a vörös dobozok, azok fontosabbak. Ezeket. Hoppá. Ki volt az? Ah, jó, orbok, itt vannak ezek a kis bomboltok. Akkor oda kell állni szerintem inkább, hogy ide küldje a bombákat. Gyere. Jó, és akkor azokat összetöri, abból megszerezzük a tojásokat. Tehát azt is látható volt, hogy 50x50, tehát így majd ki fogja írni, hogy mi a helyzet. Ja, ki fogja írni, hogyha megvan az összes. Oké, és ebből is megvan. Lehet, hogy elsőre nem lesz. Na menjünk, csak csípjünk oda a pelikánnak. Tehát lehet, hogy elsőre azért nem lesz meg minden, de törekszem rá, hogy azért ő, hát hogy megszerezzük. Na azt mi fogja elvinni? Figyeld, azt is elviszem. Na jó, legalább ezt nem vett el sem. Dexter, hogy táncolgat. Ez jó, kis hype-os öröm. Hoppá! Vigyázz meg a csipeket. Hát szerintem az ellenfeled nem muszáj legyőzni. De majd ha mégis, akkor majd visszajövünk, aztán gondoskodunk erről is. We scrounged enough orbs to trade for a power cell. Jó, most már... Most mondta, hogy összegyűjtöttünk annyi tojást, hogy tudunk most már cserélni. Jó, majd visszamegyünk a faluba, aztán megnézzük, hogy kinek kell, és akkor ki az, aki ugye ezeket megvásárolja tőlünk, vagy akinek el lehet adni egy power cellért. Ide átjutni. Oda kellene. Ott szerintem a másik oldalról tudunk inkább. Inkább a másik oldal, én azt mondom. Úgyhogy oda fogunk jutni, viszont az öreg azt mondta, hogy ide jöjjünk, és ezt kell... Így bizony. A Green Eco-t szedi össze rendesen. Ezeket akkor így... Hát elakadt valami blokkolta. Ráestek a sziklák, abban nem tudom, hogy így felül, hogy estek rá a sziklák, de nem azzal kell foglalkozni, hanem azzal, hogy teljesítsük a feladatot, és megszerezik a power cell-t.
Dexternek a táncai. Jaj. Well, I see that you two have finally decided to unlock my collectors. Így van. I would offer my congratulations, but you have so much to do, I won't waste your time. Nem gratulál, mert sok mindent kell csinálni. Dexter could always get a job controlling the village rat problem. Ide fel akarok ugorni, mert úgy láttam. Aha, kapaszkodás itt van. Plusz itt van akkor egy The Orbist című trófea. 100 orb megvan. Hát én tojásnak mondanám, tényleg olyan tojás alakja a gömb. Hát ugye orb, az orbot egy gömbnek fordítottam, és fordítanám most is a Spyro-ba. De hát itt ezt nem mondanám olyan orbnak, de gömbnek. Minden esetre ide bele nézünk. Itt, aha. Oké, itt is van egy kis rejtett szokmok. Jöjjünk le, és akkor itt is gyűjtögetünk. Mert ott volt egy lehetőség, hogy fentebb menni. Jó, felszedjünk minden. Hát itt nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy valamiféle útmutató legyen az ilyen kis tojásokra, mint mondjuk Sparks a Spyro játékokban. Tehát ezeket nagyon jól észre kell venni és összeszedni ezeket a tojásokat, mert ha kimarad, akkor bizony kimarad. Ó, sirályok! Emlékszem a Crash 3-ba, hogy örültem a kis galambokat, hogy el lehetett ugye... Akkor... Hoppá! Hogy el lehetett úgy zavarni, azt tetszett. Ez a negyedik. Hát akkor azok a kis bagyok, vagy nem tudom, a Scout Fly-nak nevezik, a Fly pedig én úgy tudom, hogy az légy. Így bogárkák, olyan bagolyfejűek, vagy nem tudom. Bogaras, az biztos. Jó, és akkor a valamelyik átvezetőbe itt nagyon mutatta, hogy itt van egy Power Cell. Jól van. Hú, a robot. Hadd szóljon, na már 7 meg is van. Ez elég jó. Hozzá ne. Sajt a zenébe. Jó, egyszerű. Látod, az ellenfelek legyőzése csak, hát idézőjelesen csak ugye zöld ikót ad, ami az élet. Azt mondom, hogy az oké. Okay. Ide fenn még néhány tojás. Na ez! Oh! Egy Power Cell is leesett. És akkor úgy fel tudunk ugrani? Let's check it out. Ha megnézzük, milyen földrengés volt ott, vagy mi történt. Lényeg, hogy van még egy magasabb platform, amire ugye fel kellene valahogy jutni. Mert ott láttam még tojásokat. Szerintem innen is. Igen, ott fent. Oda még nem látom, hogy hogyan jutok fel, azt egyértelműen meg tudom szerezni. Itt ez a felső rész. Jó, ott felül is van nekünk gyűjteni való. Ennek talán a másik oldalát kell megközelíteni, illetve van még a pelikán. Ahhoz pedig úgy tudunk eljutni, tehát még a partot nem teljesen fedeztük fel, csak a végső részét. Tehát itt, ahol vannak ezek az építmények, ugye Blue Eco szükséges. Jó, és akkor itt, tehát... Hoppá! Víz alatt. Jó, hát nem olyan gazdag víz alatt a dolog, de... Azért annyit ne kell tenni, hogy leúszunk. És akkor megszerezzük ezeket a tojásokat. Hát itt figyelni kell, hogy észrevegyük. Mondjuk elég jó, tiszta, hogy a víz, én azt mondom, hogy elég jó észrevehető. Nincsenek más tárgyak, vagy élőlények a vízben. Adtam egy pofon. Gyorsan! Nem áll! Ide kell a Blue Eco.
ide kell, mondom. Hopp, ez volt az? Give me that? Jó van, a pelikántól megszereztük. Jó, opa, ott van az a kék. Oda is feljutni. Ott van egy doboz? Már az ott egy doboz, amit ott hagytam, vagy egy másik oldal? Hogy a... Ott lent megint tojás? Hogy hagytam itt a tojást? Ezt tuti nem hagytam itt. Érdekes, érdekes akkor a helyzet. Valahogy akkor el kell jutni a Blue Eco-hoz. Bejövök ide, megnézzük itt mi a helyzet. Oh, wow, jó, nem megyek! Te jó ég! Lenullozott teljesen! Bejöttem, akkor a másik oldalt volt egy olyan malomkerék, és akkor vízimalom, és akkor azzal feljöttem ide. Az hatok anyja. Aztán itt ezt összetörjük, öltörjük. Néhány tojás még itt volt, szerintem ez itt így rendben ez a helyszín. És akkor még a kék Eco-t keressük, ami ott van fent. Ahhoz valahogy feljutunk még. Hopp, meg itt még vannak a vízbe, úgy látom még vannak négyesével a tojások, úgyhogy azokat szeretném megszerezni. Ezeket meg is tesszük, itt így jön csak. Jó, hát jövök ide, ahol leesett ez a Power Cell. Ugye láttuk, hogy a földindulás volt, vagy valami robbantás itt a falon, ahhoz a hegyen. A 9. Aztán majd meglátjuk. Ja, várja, innen, lehet, hogy innen kell elhozni a kék Eco-t. Nem kizárt. Lehet, hogy még itt lesz valamilyen lehetőség arra, hogy ezt megszerezzük. 6, és akkor már csak egy kell még, hogy ugye meglegyen a 7 darab. Ott egy töltés. Vissza megvan mindegyik. Tojás. Good job! Now meet me down here by the egg. Good job, de hogy kinek, minek? Oh my! I hope the poor deer's okay. Here's a power cell for your valor. El ne vidd! No! Look, isn't that cute? That's okay. It's your mama. Ah, I'm not your mom. You see any feathers here? Oh. Nincs rajtam toll. Mama. Listen, boys. I'll take this little chick back to the village with me and work with the sage to take care of her. Jó. Eggs over hard. Jó van. Oké, lelöktük akkor azt a tojást, és akkor így megvan 10 Power Cell. Fél úton járunk. Király kis előre haladás. És akkor itt is el tudtunk volna jutni. Oké, na de ott van nekem az a Blue Eco, ami nagyon szúrja a fülemet. Most hogyan tovább vissza a faluba, mert ugye a partot szerintem még nem maxoltuk. Ahogy itt még elbújt néhány tojás, az épületet így megkerültem. Na, keresem a kék Eco forrás, hát ha van még valahol. Hát azt mondom, menjünk vissza, nézzük meg a faluba mi a helyzet. Mert hát ott már nem tudok mit csinálni, úgyhogy... Jövünk vissza, és akkor beszélünk. Hát ugye eladni a tojásokat, el lehet adni a tojást ugye Power Cell-ért. Megnézzük, hogy ki az, aki ezeket esetleg elfogadja. Halihó, mi a helyzet? Hey! Van-e valami feladat? Little furry dude! Oh, I thought for a moment you were my muse. A múzsa! Haven't you ever seen a muse before? It's a little glowing squirrel about your size, full of spunk, and crazy as a lark. Oh, I get it. Like a sidekick. As a matter of fact, without my muse, I just can't sculpt. But with her around, I see beauty. Ez egy kis szobrász. You know, right now I couldn't chisel my way out of a box. I think she ran away to that Misty Island. Misty Island? Hope she's all right. It's worth a power cell if you bring her back to me. Wait a minute. We are not going back to Misty Island. Nem megyünk vissza.
De, szerintem majd visszamegyünk. Hát nem hiszem, hogy most egyből, de hát majd vissza kell lesz menni. Ugye ott volt ez az incidens. Nézzük, itt ki van, a jóiság van itt. Don't tell me that you two have problems as well. The first I hear of monster sightings near the village, and now this. See those gears up there, boys? See them? See how they're not moving? That means our village has no power. The eco beam coming from the jungle temple has been interrupted. And boys, everyone's too frightened to go out and find out what's happened. Did you pay the dzsungelbe sem elnek elmenni? Oh, you're funny. Now look, if you two fix the eco beam, I'll give you a power cell. Oh, and another. Ez is egy power cellt akar adni. If by any chance you're interested in making a contribution to my re-election campaign, I might be willing to part with yet another. A polgármester már a választásokat beszéli. Oh, a very modest 90 precursor orbs. 90? Hát, figyelj. So, you want to make a contribution? Good. Ad egy power cell. Jó! 90 tojás. It's a sizable contribution. I just hope this power cell adequately represents my gratitude. Sapkába. Ott volt a power cell. Jó, illetve még arról beszélt, hogy az energiát, ha visszaállítjuk a faluban, ahol fent a fogaskerekek ugye nem forogtak, azt kell még megcsinálni, az is egy power cell, csak valami dzsungelbe kell akkor menni, hogy az is rendben legyen. Itt lakik-e valaki? Senki. Csak egy kis piros doboz volt itt. Ide bent, halihó. Neked hogy lehetne segíteni? Hello there, my dear boy. Dear boy! I wish to set off on my journeys yesterday, but I seem to be a spot short on the old precursor orbs. I would have pledged my word that I had 90 of them. 90. That your young friend, you know, the little. Ez is 90-et akar. The ugly one might have just pilfered them as a sort of a spot of fun. Anyway, would you be kind enough to loan your dear old uncle 90 precursor orbs? So he can get underway, I would offer you a power cell in return. Jó, hát ahhoz még kell, mert ugye valami 80 valamennyi maradt még. Nem tudom, kihagytam-e, de elvileg a Sandover Village-en belül, ugye 6 per 50, tehát itt még nem gyűjtöttem szinte semmit, úgyhogy azt mondom, hogy itt a faluba még szétnézek, és akkor még akkor lehet. Akkor lehet majd vissza lehet térni, és akkor odaadjuk neki, és szerintem ennyi volt. Itt a falusiak. Meg az ilyenben van sok ugye, hogyha felhasználjuk a lúdikot. Ez az. Már is meg a 99, hát pont kitakarja ugye a kamerám azt a számot. 99 darab tojáson, akkor vissza is jövök. És akkor ezt megadom, és ennyi falusi, vagy hát ott még, ja várjál, rossz. Meg ott még van majd egy hajó, ami indulásra kész. Good, jolly good. Hey, you have the precursor orbs that we agreed on? Így van. I hope you put this hard-earned power cell to good use. Cheerio, ta-ta, bye-bye. Szevasz. Na, ennyi, kalandozzá. Az a Michael Jackson-os moonwalk. Az király. Ja. Tehát még itt van a... Jaj, várjál. Erre itt. Itt van akkor a papának, szerintem itt a papához megyünk vissza. Még nincs meg ugye a 20, hát lehet, hogy még akkor szétnézek lent a faluba, hogy van-e még. Mielőtt elhagynám és mennénk a Misty Islandre vagy a dzsungelbe, szétnézek, hogy akkor még lehet valamit tenni. Na itt egy papának kell még segíteni, vissza a kennelbe, vissza kell terelni ezeket a
Csárdások malákat. Szépen. Kérdés, hogy mennyi van. Ez egy, most már itt van. Oké, maradj itt. Ez is a Spyro-ból van. Abból a Spyro 2-be. Habár az kicsit kellemetlenebb volt, mint itt. Itt azért normális. Itt azért úgy nagyjából odafordulnak, ahol kell. Azt mondom. Nem vagy, hát szerintem három van. Ha csak nem még a szikla mögött. Majd megnézzük. Azért jó kis ültetvényes, meg itt is azért vannak gyűjteni valók, úgyhogy... Három. Lesz még? Ja, itt egy negyedik. Jó, és akkor utána meglátjuk, hogy... Ó, ötödik! Na, te induljál befelé. Jön a haverod is. Nem, már szórakozik. Nem látod, mit csinálok a haveroddal? Indultuk befelé. Egyszerre csak egyet tudok terelni? Hát úgy tűnik, Dexter terejé, már te is egyet, jó? De visszamegy! Nem lehet egyszerre kettőt úgy tűnik. Hova jössz? Hova jössz? De még négy rám felé azzal a éhes fejeivel. Na, menjél be. És indulj utána. Már ott nem tudtál be? Már te sem tudod? Itt ez csak egyszerre csak egyet. Egyszerre csak egyet lehet terelni. That lazy farmer owes us a power cell. Let's go talk to him. Kérem a power cell-t, vagy bemegyek a házba és elkérem. Ja, várjál mondjuk. Még ezt elkérjük így is úgy is. Meg ez olyan kis, olyan robotos. Most már csúcsú. Sleep in peace. Így bizony. Aludhatsz nyugalomba. Jiii! Ha! Elnyelt trófea. Visszaküldtük a jekkaókat, vagy hogy hívják ezeket. 13. Jó, nézzük, ez hova vezet. Ez átvezet valami másikra. Fire Canyon? Erre nem ezt mondta, hogy ide kell egy jármű, hogy átrepüljünk fölötte? A hölgyem én mondta. Úúúú! Hát igen. Várjál. You don't have enough power cells to fuel my heat shield. You can't cross Fire Canyon. Jó, Anna. Oké, megértettem, csak megnéztem, hogy mi újság. Ott lesz egy gyűjteni való másik oldal. Oké, akkor itt még van nekünk felfedezni való. Na, szávasztok, ja, ott legyetek. Ott tegyetek szépen, ne itt a rizsát egyétek meg. Ebbe itt valami, itt semmi, viszont erre. Erre viszont van. Forbidden Jungle! Ott tiltott dzsungel? Na jó, akkor a Sandovert azt így zárjuk le. 30 akkor 50. Jó. Várjál, itt még van. Itt még... Vagy várjál, itt nincsen. De, itt még van egy kis... van egy kis platform, ahol gyűjtögethetünk. Mielőtt megyünk ugye a dzsungelbe. Jó. Mi az a fejlőd? Két Power Cell személynek? Az érdekes. Na akkor itt egy... Ah! Jó. Oké, kis trükközés. Uhuhu, precíziós platformerkedés. Akkor így át. Ez az. Ötödik. Még akkor ketté van, de... This must be a precursor oracle, like the say. Who awakens the oracle? Wait. One of you has the light within. From before time, I have watched and waited for the true hero to return. Az igazi hős visszatérjen. 120 precursor orbs for each power cell I contain. 20? 20-at kell adni neki? Rosszul értettem. Bring to me 120! Jó van akkor. Oké. Akkor itt még várni kell. Vagy hát gyűjteni kell még. Jó, hát akkor ez... Ez akkor megyünk a dzsungelbe. A tiltott rengeteg, a tiltott dzsungel. Jó, hoppá. Jelent még van itt valami.
Ezek még melyik pályához tartoznak? Oké, ez még a Sandover Village-hez tartozott, és megvan az 50. Úgyhogy ez itt király. Akkor itt volt fent a dzsungel továbbhaladás. Tiltott. Itt is vagyunk. Jó, hát akkor pörögjünk be a dzsungelba. Így van, és akkor itt szerintem itt már azok a tojások a következő. Ez egy helyszín van itt. Kígyó. Láda, jó. Wow, béka. Érdekes. Akkor legyőzzük az ellenfeleket, aztán jobban szétnézünk. Egy ilyen volt az előbb is. Tehát ide a Cake Eco szükséges, de majd látjuk. Oké, oda átugorni nem biztos, hogy még át tudunk. Vele csak ott oda meg lehet, hogy valami nagy platform megugrás kell. A vízbe szerintem piranyák vannak, szóval oda nem mennék. Itt pedig mondjuk is. Úgy akartam, hogy így gurulok, aztán így vetődés. Próbálkozok. Ez az a pörgéssel. Jól van. Ki kell használni. Ó, én meg pont ja, de igazából itt van egy másik platform útvonal, és azzal könnyebb eljutni, de jól van, semmi gond. Megvan akkor itt az első kis légy, és akkor mehetünk, azt mondom, mehetünk szépen tovább. Hát a vízbe ott a halak miatt én nem ugornék, pedig volt már arra példa, hogy a vízbe is voltak tojások, de ott a halak szerintem nem barátságosak, úgyhogy megyünk, és felfedezzük, mert veszünk egy-két életet, mert szükség lenne rá. Elérjük az 50-et. Ugye lesebződött, ó, visszajött az a nevén. Oké, ez a Crash Bandicoot. Ez a Crash Bandicootos. Habár itt most van dupla ugrás, úgyhogy nincs olyan nagy gond ebből. Szerintem legalábbis. Vagyjön a vaddisznó. Vagy gorilla volt az? Az már nem semmi. Jó, nézzük akkor itt. Ez itt milyen kis építmény. Plusz ez mi? Oké. Többször ide nem megyünk. Na jó, menni az menni kell. De ez a támadás levitt egy újabb életpontot. Ott lesz megint egy láda. És itt pedig azt mondom egy ilyen beütés. Vagy így. Vagy ott fent is volt. Jó, hát innen oda felülre érdemes lesz eljutni. De hogy jutunk el oda, az még kérdéses számomra. Lehet, hogy majd visszatérve valahogy meg tudjuk ezt tenni. Menjünk és fedezzük fel akkor a dzsungelt, mert kezd esteledni. Egyébként a játékon belül így a napszak is szépen változik, úgyhogy ez is egy jó dolog, hogy ezt így el tudták hozni. Hey, azt a... Ja, itt van, itt ez a... Aha, itt a trambulin, akkor csak fel lehet jutni könnyebben is. Jó. Ezek békának annyi. Akkor megtisztítjük ezt a helyet is a gyűjteni valóktól. Szépen felplatformerkedünk, és aztán egy újabb kis robot helikopter. Jó, és megint egy ilyen... Ezek fontosak lesznek. Ha ennyi van belőle, az nem véletlen. És ott annak a tetején még itt még mindig volt tojás, tehát ennek a tetején ez is valahogy úgy föl fog minket lökni, vagy valamilyen lehetőséget ad arra majd, hogy a felette lévő tojásokat is összeszedjük. Akkor itt kell nekünk valahogy gyorsabban átjutni, lehet, hogy akkor az ütés, vagy pedig a... Inkább, hát nem, rosszul számítottam ki, vagy pedig a bukfencezés, lehet, hogy az, ami segít. Van még, jó, itt nincs további. Viszont itt a támadásra figyelni kell. A védekezésre. Még kell nekünk, tehát a pörgés helyett inkább az ütést kell használni, mert a pörgésnél ugye nem tudom olyan jól kiszámítani ezt a dolgot, szóval inkább lehet, hogy az ütés kell. És akkor lássuk a kék Eco feltöltés. Az nekünk létrehozott egy hidat. Ez a híd pedig... Lövődött teljesen? Jó, hát akkor nézzük. Nézzük, hogy hova vezet be. Top of the tower. Jó, akkor fel kell jutni a torony tetejére.
Oké, ez egy jó ötlet, Dexter, de... Ja, ott volt a lehetőség. Ez most már be van aktiválva, és ez most már örökké akkor így fog járkálni. Itt van még egy kék Eco, ezt is töltsük be, aktiválgatjuk a platformokat, és akkor szépen feljutunk. Azt mondom, hogy teljesen a tetejére. Az egész helyszínnek, itt pedig. Wow! Az itteni ugrás. Az egész nagy. Mászunk még fentebb, de itt... Jó, más gyűjteni való nincs, mert ilyenkor mindig, tudod, ha el van rejtve, akkor nehéz visszajutni. Akkor főleg így fölfelé mászunk. Ott lesz. Lesz egy győzelem. Egy Power Cell. Jól van. Ez már a zsebbe. Ezek az örömtáncok. Jó, és egy nyomógomb, ami pedig vissza levisz az épület belsejébe. Még volt egy kapu, amit kinyitottunk. De akkor ez... mégis máshova hoz, mert itt zárt ajtó, és itt egy ilyen nyomógomb, féleség. Ez nem használható. Ez kilökni minket még nem lök. A zene az már befigyelt valahol. Gyors mozgó platform. És a gyűjteni való tojások. Hármassával. Oda szerintem nagyobb ugrásra. Így van. Aztán a másik oldalt is. Oké is. A falnak megjelentünk, semmi gond. Újabb 90 tojás van a birtokunkban, úgyhogy ha valakinek megint szüksége van rá valamilyen falusinak, akkor át tudjuk adni, plusz csak itt megint egy egyszerű Power Cell. Ja. És ezzel aktiválódott. Wow, did you see that? Blue Ecovents have been activated all over the world. Az egész világ. There was a way to turn them on. There must be places to turn on the other Ecovents as well. Jó, tehát amit itt bekapcsoltunk, az a kék Eco-s feltöltőállomások, és azt mondta, hogy több helyen is a világban ez megtörtént. Szóval itt is például ez megtörtént. És akkor lehet használni a kilövést. Vagy hát ott úgy fölfelé egy olyan felé. Aztán... itt tojások vannak ugye. Elrejtve ezeknél a platformoknál. Teljesen rendben van. Milyen messzire kell vinni a... Hoppa! Oké, húsevő! Boss fight zene. Jó, hát harapdál. De mi hogy sebezzük? Itt vannak a karjai. Talán azzal? Aha! Várjál, ott volt a lehetőség. Tehát valamikor az egyik levele, még egy levél, és utána támadás. Addig pedig harap, és küldi a kis... hoppá! Lehet nem is kicsi, de... de küldi az ilyen kis csatlósokat, kis bogarakat. Két támadás beütve. A bogarak ugye tüskések, aztán pedig... már nem. Szóval, ja. És hát ha három támadás kell, mint a legtöbb bossnál, akkor kész vagyunk. Power Cell ide. Black Thumb Dark Eco növény legyőzve. Na szevasz neked annyi, hogy hoppá! Hoppá! Fogsz még? Aha. Hát ez mint a Polar Crash 2-ből. Azon is ugrálni kellett. És adta az életed utána. De mennyit ad?
Jó, hát reméljük. Reméljük kisajtoltuk belőle az összeset. És akkor... ezzel feltöltjük ezt az ugrópanelt. Ja, és itt jöttünk ki? Oké, tehát akkor... akkor vissza... hát technikailag... mentünk egy kört, de... hát még azért lenne tennivaló, én azt mondom. Én azt mondom, hogy ez a hely még nincs kész. Mert mondjuk ezek kérdésesek, illetve szerintem még volt másik útvonal, amin lehet menni, plusz a lenti útvonal esetleg. Lent mit lehet csinálni. Na ez mi volt? Hát minden esetre ide jöttünk az elejére. Ami a célunk volt, mert itt van nekünk némi gyűjteni való, plusz akkor megkerüljük az egész épületet. Szóval... hadd nézzük. Hát azt az ugrálóst! Okay, itt valami gépezet. És kívülről is... jó van. Ide is kell a Blue Eco. Hát úgy tűnik gyakori ez a Blue Eco-s támadás. Vagy hogy is nevezhetnénk. Ez szerintem az. Várj, nem az? De. Hoppá! Valamit összetörtünk. Those tower doohickeys scattered all over the jungle must redirect the eco beam. Let's go fiddle with them. Eco beam, aha, szóval valami sugárt kell nekünk tovább irányítani. Szóval megnézzük. Szétnézzük, ez a használat. Line up the beam by pointing it at the next tower. A következő toronyhoz kell irányítani, oda. Várj, ezek... Ezek voltak? Lehetséges, hogy ezek voltak, amik ugye lent. Láttunk a földön olyan platformokat. Plusz ebből nem lehet még megint szerezni egy kis Blue Eco-t? Sajnos nem. Úgy kinyitottam volna azt az ajtót, amit lehetett volna, na se baj. Menjünk és akkor szétnézzünk még vissza, ahol azok a tornyok. Igen, ott van a torony. Következő torony ott lesz. Következő, ott van, ez is megvan. És ezzel... ezzel még nem vagyunk kész, úgy tűnik, még ahhoz is el kell menni. Hát az már hol van? Az már kívül van, nem? Az a dzsungelen kívül van szerintem. Igen, ott közel ugye a városhoz, inkább lefelé, Sandover Village-hez. Ezzel irányítjuk vissza a faluba, vagy még tovább kell, vagy hát mennyi van itt azért? Ja, vagy várja? Oké. Ide ki, aztán. Na ez egészen a faluig. Ez kellett a polgármesternek. Igen. Most már tartozik nekünk. Jó, hát akkor még azért egy-két dolog szerintem hiányzik innen. Például lent ugye, én úgy érzem, hogy le lehet menni. Hallottunk beszélgetést, és láthattunk egy-két platformot, amivel nyugodtan le lehet menni, mert hát amikor leugrottam, játék visszatett, szerintem arra gondolt a játék, hogy oké, ez egy nagy sebzés volt Jacknek, úgyhogy annyi neki. Szóval, mielőtt beszélnék azzal a személlyel, szétnézek, hát hoppá! Hey! Ott van valami. Megkérdezzük, hogy hát ha ad egy csónakot, vagy valami. Them monsters patrolling the ocean took a bite out of me fishing rig. Ooh. Not a goblin up me catch. No matter what I try, I can't seem to catch a single fish in this river.
Nem tud halat fogni. It's your breath. You think you can do better? Try scooping up river fish with a tiny net. I'll give you a power cell. If you can catch 200 pounds of them critters. Okay, 200 pounds. Use my speedboat to get to Misty Island. Oh! He's want to try the challenge. Oké, oké, persze, persze, mert utána mehetünk Misty Island. 1 pound fishies and 5 pound fishies. If you miss 20 pounds of good fish, then I'm gonna take me net back from you. There are poisonous eels in this river. Catch even a one of them boogers, and you'll poison the whole darn catch. Az egészet. Az egészet meg fogja mérgezni. Oj, ó, várj. Elég kicsit ilyen csúszós az irányítás, vagy hogy mondhatnám. Kicsit mintha túl menne, mint ahogy irányítok. Egyet eddig, kettőt eddig elveszítettem. Hogyha 20-at hibázok, ez 3. 4 hiba, 5 hiba. Nem tudom, lehet az a baj a left stickkel csinálom, és akkor ugye. Oj, egy ötöst! Nem. De a D-paddel nem lehet. A D-paddal nem lehet. 15 hiba. 16. Ne. Ez könnyebbnek tűnik, mint amilyen. Maga a játékmenet! Oj, felvettem egy rosszat! Hop! You caught 200 pounds of fish! As you would. Not bad for a couple of landlubbers. Here's the power cell I promised. And you can use my boat at the village dock whenever you like. Okay, használhatom majd a hajót. Handover fish. 200 pound, ha megvan. 17. power cell. És akkor a kérdés most az, hogy akkor itt túl lehet jutni. Le lehet győzni a... azt a halat. Jó. Így. Robbanós, ott tovább megint. Ez fel kell tölteni Blue Eagle-val, és az is tömbbe lesz. Ez itt fölfelé, vissza fölvezet, én úgy gondolom. Blue Eagle-t ad-e? Van-e Blue Eagle-s hely? Itt nincsen. Jó. Nem baj. Ez is akkor az a helyszín, ami felett mi már voltunk. Csak ugye a hídon mentünk át. És érdekes, ahogy legyőztük azt a növényt ott bent az épületbe, ezek a kinti növények is elhaltak, úgyhogy ez érdekes. Itt van 3 Blue Eagle-s is. Ezt szerintem egyel azért nem hiszem, hogy elérek oda. Hogy fel kellene vennem mind a 3-at. Aztán azzal így. Jó. Oké. Ez az. Ez megvan. Plusz ott van hát egy olyan ugráló platform, egy trambulin, vagy minek nevezhetjük. Azt mondom, az is legyen beaktiválva. Plusz elejtesz. Oi, még itt a víz alatt. Víz alatt tojás, kint power cell. Így jó összeszedni amúgy a tojásokat a víz alatt, mert ugye így felkapja egyből. De úgy egyesével menni. 18. Oké, szépen haladunk. Jön az a hal csipegetni? Jön hát. Ez már fel van töltve. Hova pattint föl? Ismert terület? Ez... ja, ez ismert terület, igen. Ez
tudom, hogy melyik. Lehet, hogy így kell felhozni ugye a Power Cell energiát egy ugrással, és akkor úgy kinyitni talán. Innen talán. És itt van. Gyakorlatilag szét fogunk nézni. Most előtte hagyja, hogy a plusz megyünk át itt ezen a platformon. Okay. Másik oldalt ugye nem ugráltam végig. Ezt a részt nem fedeztem fel. Ez a rész, amit láttunk a távolból, hogy itt van. Akkor egyrészt a kimaradt tojások. És akkor a kimaradt Scout Fly is, ott volt a kis helikopter, ugye a 7. Igen, az összeset megtaláltam. Akkor mi hiányzik a Forbidden Jungle-ből? Hiányzik egy nyisd ki a zárt templom ajtót, és hiányzik menj vissza a polgármesterhez. Jó, akkor az az ajtó, amire én gondolok, mert ugye a 150x150 az kész, és a 7x7 az kész, ez a terület egész jól teljesítve, de szerintem ahogy kinyitottunk ilyen blue ikós cokmókokat, szerintem az még a parton, a beach-en is elérhetővé tett dolgokat, szóval én azt mondom, hogy oda is visszanézek. Ezt kellene valahogy elvinni a másik oldalra, ha én itt leugrok. Ez ha kilövöm magam, elhasználja mindet? Nem használja el mindet. Úgyhogy feljövök ide az ajtóhoz, erre. Abban csak egy az egyben egy Power Cell, tehát itt semmi idézőjeles extra nem volt, csak egy Power Cell lezárva. 20! Megvan! Akkor a történet szerint mehetünk ahhoz a hölgyhöz, aki azt mondta, hogy 20, ha megvan, akkor szóljunk neki. De még visszamegyünk a polgármesterhez, visszamegyünk még a parthoz is, ott is megnézzük, mi a helyzet. Szóval, oké, sok vagyok. Megvan! Meet me by the entrance to the fire canyon by climbing the cliff behind the farmer's house. Bring the power cells and hurry. My father says he's seen more lurkers around. Okay, tehát sietni kell, mert valami pajzsot elérhetővé tett. Let's go check out old Fishbreath's speedboat at the dock. Ez Dexter mondja, hogy a speedboatot nézzük meg Misty Islandre, pedig Dexter mondta, hogy nem akar menni oda, úgyhogy hát nem tudom most már kinek higgyek. Hol is lakik a polgármester? Kinek van a legben... Várjál! Hoi, a polgármester úr! Hát nálad meg itt van egy... Ejjjjjjjjj. Na jó. Akkor lenne egy kis behajtani valahol. Oh, what a wonderful sight! I thank you! Az egész falu nekem fogja megköszönni. And guaranteed my re-election. And for that, my boy, you earned a power cell. Újra fognak választani. Shiny Happy Steeples. Összekapcsoltam az Echo sugarakat. Hát így van, ugye összeállítottam ott szépen. Jó van, de szerintem ne nézzünk egy sorrendet. Geyser Rock, az rendben. Ez is rendben, Geyser Rock, ez is rendben. Oké. Sandover Village-nél még van egy ilyen kis robot. Ez rendben. Power Cell-nél pedig kell még 120 és 120. Tehát azok a szemek. Illetve hát akkor még kellene egy, valahol ez szerintem elérhető. Sentinel Beach-en egy darabról még infót se tudok, az utolsó pedig a Scout Flies, oda visszamennék, Forbidden Jungle Pipa, a Fire Canyon van még akkor, ami hát eddig ismerős, de ugye a Misty Islandről tudok. Jó, akkor először lenézek a beach-re. Várj. Ez a hang. Nem ez a hang a kis helikopteres? Ha tovább megyek, nincs ez a hang. Ó! Ott van! És tényleg ennek van ilyen hangja. Jó, ez a hetedik, megvan ez is. Akkor a village robotos. A village akkor azt szerintem jól van. Megyünk akkor most már tényleg a partra. Na, erről beszéltem. Itt most már elérhet
a Blue Eagle, elérhető a pattogás. Erről van szó. Jó. Térjünk akkor itt egy gyűjtés, illetve gyűjtés. Mert az miért nem robbanózik. Ezt ide lök egy robbanót a... Hogy lehet, hogy rá kell érkezni. Ah, ráérkezés. Jó. Akkor... Hát úgyis lejárt a Blue Echo, szóval... Hát itt már nem tudom, de... Akkor a Forbidden Jungle-be, amit tettünk, az kihatott egészen vissza a beach-re. Tehát itt a játékban nem úgy tudunk különböző dolgokat még feloldani, hogy képességet kap Jack and Dexter, hanem ugye változásokat idézünk elő a játék helyszínei között, vagy a játékban, ugye a helyszínben, ahogy haladunk előre. És ennek a következménye lesz, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Hát a Naughty Dog az megint valami fenomenálisat alkotott. Ó, hát kiütöttünk. Kiütöttünk egy Power Cell-t. Ez volt szerintem az a... az a kérdés. De hol vagy te? Hát itt hallom, hogy követsz. Ez volt a kérdéses Power Cell, a torony teteje. Ó, Kobe! És aztán... azt mondta még Dexter, hogy használhatjuk. Vélek az ágyút. Jó, hát akkor... Get some! Get some! Jó, lőhetünk, és robbantgathatunk. Kérdés, hogy mit szeretnénk robbantani. Hát igazából eddig megy az egész. Ott szét lehet robbantani a pelikánnak a fészkét, vagy... Hát mert oda kellene még eljutni szerintem. Ja, onnan gyorsan eljöttem ide. Innen összeszedtem egy adagot. De az csak... az csak az orb volt. Várjál, hát ott van. Ott vannak. Innen kellene nekünk. Várjál. Innen kellene. Ujjj! Aha! Jó, pattintjuk föl. Remélem nem volt ez túl magas. Várjál, túl magas? Vagy várjál, itt is egy, ezt is lehet? Ezt akkor egyszer, ez kétszer. A másikat meg vagy háromszor volt. És akkor megnézzük fent, akkor ennek van-e következmény. Á, de hogy ne lenne már, Jack and Dexterről van szó. És ebben a játékban minden, na jó, lehet a mindennek azért az nagy kijelentés, de azért van következmény. Erre felugnunk, és ott a másik. Nem, jó. Ez is elérhető. Ez király. Jó, akkor felugrunk. Akkor az nem volt jó. Tehát a dupla ugrás kell inkább használni, meg a pörgést. 1-2 pörgés, fenn is vagyunk. Ez az. És akkor megvan az utolsó. Bazin. Megvan 28 Scoutfly. Megszerezve. Nagyon szép munka. De itt még a tojások hiányoznak. A tojás az úgy érzem, az még 5 darab bújt el. Scoutfly-ok megvannak, az összes Power Cell megvan. Na, itt a parton hova bújt 5 darab? Köszönjük szép... Mere? Abba ott bent. Ha abba van ott benne, akkor az... Nem, az üres. Ott már voltam. Ajja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 jj
Ilyen van! A vízesés mögötti jutalom nem maradhat el egy igazi játékban. Amelyik játék ezt kihagyja? Ó, ne hagyd már ki, please, fejleszte! Vízesés mögé valamit tenni kell. Ez egy játékos ösztön. Hát most itt egy döntés előtt álltam, ugye nagyon szólongatnak engem, hogy jöjjek és hozzam a 20 powers-et, de egyébként ebből a faluból még elérhető motorcsónakkal a Misty Island is, úgyhogy... Hát én most hallgattam arra a kérésre, hogy jöjjek. Great! You have the 20 cells needed to power my heat shield. Now be careful. The shield will only protect your zoomer till it reaches 500 degrees. So try... 500 fokig, jó. Flying over open lava will definitely heat you up fast. Hit 500 degrees and it's over.
Over? Like burning molten metal over? The fire cannon gets pretty hot, so keep a lookout for jumps to keep you off the hot ground. I've also released several blue cooling balloons you can use to... Okay, hűtőballonok. Oh, and when you get across, don't forget to activate the teleport gate in the Blue Sage's lab. Then we'll be able to teleport over and meet you. Good luck! Jó, a teleportot meg aktiválni kell ugye a másik oldalt. Jó van. Akkor itt... Wow. Hit those balloons to cool off! Oj! Állj! Jó, scoutfly-ik, ott a második, jó, majd vissza, majd vissza. Majd visszajövünk. Ugrás. Jó, második, egyet kihagytunk. Harmadik. Ajj! Ó! Na, most hova tesz vissza? És megvannak-e, amik megvoltak? A játék azt mondta, kezdheted a nulláról, a játék kezdetéről. Ne, jó, jó, jó. Jó, a kérdés, a Fire Canyonon belül hármat összeszedtem, jó, akkor próbáltam újra. Tojás, 50 tojás van, Power Cellből pedig a 7 Scoutfly, meg ugye szerintem ahogy végigjutunk, az is egy Power Cell. Néha azért kicsit muszáj vagyok lelassítani, tehát kicsit neked, abba van a tojás. Jó, azért túlságosan nem szabad lele... Ne! Ne! Nem! Ott van ez... Ne! Add ide azt a gyógyítót! Forró! Egy hűvös! Hogy itt beakadom! Hoppá! Power lunch, itt nem kéne itt összeszedni, és megállni. Tehát ha így döntöttél, akkor... Így döntöttél! Jó, fire canyon... Zoom! Elértük a fire canyon végét! Csak úgy dobálja a trófeákat ez a játék, jó érzés! Megcsináltuk. Akkor most... Rock Village? Akkor most már csak a portált kell, ugye... aktiválni. Mi ez a tűz? Mi ez a villám? Ajajajajajaj. Hopp! Hallottad ezt a hangot? Ez a hang nem más, mint egy Scoutfly. Ja. Felderítő gép, vagy felderítő légy. Jó, ide is kell gondolom, 120 és 120, ilyen volt az előző falunál is. Ja igen, Sandover Village, Rock Village. Oda kell a Blue Eco, abban is van vagy 10... Smoke. Még egy Scoutfly. 3 tojás. Precursor Basin, már is egy másik pálya? Jó. Ajj, nem úgy akartam. Nem érünk vissza. This stone is very old. Öreg ez a kő. Hát jó, majd beszélünk akkor. Erről a kőről van szó. Ajj! Oda csípett egyet. Szávasz, figuráim itt vannak. Ne. Velem muszáj beszélni. Még most ne keveredjünk bele. Szegény, hallod? Közben én ott láttam egy... Igen, egy... Hopp! Hát emberem! De hogy sír! Úgy sajnálom, szegény! Hogy kell és hol kell a teleportot aktiválni? Kajázás. Szomorúságok. Talán... Ha ott is egy doboz. Azt a hetet összeszedjék. A 4-nél tartunk. Itt ez valami... Valami majd átvisz. Én azt mondom, hogy ott valami majd... Hey!
Don't forget about the sage and me. You have to turn on the teleport gate to let us through. It's in the Blue Sage's lab by the end of Fire Canyon. If you don't let us through, then we can't help you. Jó van, de hol? Ez az? Erre mondod? Ez? Mit aktiváljak? Hol aktiváljak? End of Fire Canyon. Én már bejöttem a Fire Canyonból. Ja, lehet azóta baj, hogy már bejöttem? Lehet, hogy ott volt kívül valami. Én meg már úgy felfedezem ezt az egész helyszínt. Ők meg ott várnak arra, hogy hadd jöjjenek be. Jó, hát akkor visszamegyek, ha kell. Ja, lehet itt volt ebbe a... Ja! Ja, itt volt. Megjött papa. I don't think I'll ever get used to that teleporter tingling sensation. Hey! It looks like the Blue Sage threw a party. Oh my! Rock Village is on fire! One heck of a party. No! I mean Rock Village is being bombarded with flaming boulders! Egy, kettő. Oh! And it looks like the Blue Sage is working on a levitation machine to move them. Assuming it's operational, we're gonna need power cells to fuel it. I guess you two are going to have to find some ore. We'd better take a look at his notes. Jack, go check on the villagers. Then come back and give us an update. And take the furball with you. Jól van. Szóval, eljöttünk a második faluba. Itt pedig újabb feladat, újabb gond. Eddig az volt a helyzet, hogy ugye Dextert kellene segíteni. 20 power cell, hogy tovább jussunk egy másik faluba. Ide bejutottunk a faluba, csak azt vettük észre, éppen támadás alatt van. Úgyhogy a Rock Village úgy tűnik megmentésre szorul, ezért Dexter marad Dexter. Jó, hát akkor én azt mondom, hogy ez volt az első epizód, mert megnéztük a játékmenetet, hogy kezdődik Jack and Dexter, és teljesítgettük azokat a pályákat, amiket lehetett. Lehet, hogy ott van még majd Misty Island, amire visszatérünk, de akkor az első epizódban, úgymond az első falut, én azt mondom, kipipálhatjuk. Úgyhogy jövünk ide, a második falut a második epizódban teljesítjük.